Közös éneklés, néptánc, irodalmi színpad és képzőművészet. Ezek mindegyike helyet kapott a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola hagyományos tanévzáró estjén. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színpadán több mint 300 diák mutatta meg tehetségét. Az iskola profiljának megfelelően a tanévzáró hangverseny egyik fontos részét képezte a különböző korcsoportú kórusok fellépése. De a repertoárból a néptánc, a hangszeres produkció, valamint az irodalmi színpad összeállítása sem hiányozhatott, amely pillanatképeket közvetített az iskola életéből a közönség számára. Ami ezt kicsit különlegesebbé teszi ezt az évet, hisz minden év ad alkalmat ünneplésre, most pedig a 120 éves udvarunkon álló tölgyre egy picit kitekintünk, feltekintünk, amennyire lehet így a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színház termében, megpróbáljuk ide varázsolni ezzel az iskolai életképekkel, az irodalmi színpad jóvoltából azt a hangulatot, amit nap mint nap megélnek a gyerekek az iskola udvarán. A képzőművészet sem maradt ki az összművészeti sereg szemléből. A jó kézügyességgel rendelkező fiatalok munkáiból a művelődési ház aulájában rendeztek kiállítást. Volt miből válogatni, hiszen a tanév során a gyerekek számos témát vetettek papírra. Rengeteg pályázaton vesznek részt tanulóink, de nem csak a pályázatokon való részvétel, hanem az önmagáért való alkotás is igazán zembe ötlő ebben a rajz kiállításban. A Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola sikeres tanévet tudhat maga mögött. Tanulói szép eredményeket értek el a tematikus tanulmányi versenyeken, ugyanakkor az intézmény mostantól Tehetségpont és Ökoiskola címmel is büszkélkedhet.